Hát ez elég korán jött, már 5 évesen, tulajdonképpen óvodás koromban már nagyon szerettem rajzolni, és rengeteget is rajzoltam, és már akkor tudtam, hogy én festőművész szeretnék lenni, úgyhogy elég világos volt számomra a célkitűzés. Elég változó, vannak figurális képeim, illetve elég sok absztrakt képen van, aminek a kísérletezés és a játék a lényege, úgyhogy többféle stílusban próbálkozom. Nincs még egy kialakult egyéni stílusom, mert még a pályám elején vagyok, és a grafikát is nagyon szeretem. Úgyhogy azért is döntöttem, hogy most akkor színrajzot adok be erre a kiállításra. Egyrészt van egy-két koncepcióm, ami még a főiskolán fogalmazódott meg, és a szakdolgozatom is abban a témában készült, de egyébként meg bármi inspirálhat. Nagyon örülök neki, hogy Vácon is vannak most már kortárs művészeti események, például ez a kiállítás, meg a hozzá kapcsolódó interaktív programok, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy mikor nem látom, azt hiszem.